Köszöntöm a tisztelt közönséget, én Ignác Attila vagyok, az Élettani és Neurobiológiai Tanszék PhD hallgatója, és az ELTE fénymikroszkópos központjában nemrég lezárult kutatások közül fogok kettőt bemutatni. A fénymikroszkópos központban két mikroszkópos rendszert üzemeltetünk a kollégáimmal, amit a DT is támogat, úgyhogy ezúton is köszönettel tartozunk a programnak ezért. A két mikroszkópos rendszerünket a novemberi előadásunkban már részletesen bemutattuk Bencsik Norbert kollégámmal, úgyhogy ezekre most nem térek ki részleteiben. Annyit elmondok, hogy a bemutatott két kutatás, két kollaborációs kutatás a spinning disk mikroszkópos rendszerünkkel került megvalósításra. Ez egy olyan mikroszkópos összeállítás, ami kifejezetten arra alkalmas, hogy élő sejtekbe belelássunk vele, és az ott lezajló sejtes folyamatokat tudjuk időben követni, jó térbeli felbontással is. A két kollaborációs kutatópartner vagy kutatócsoportpartner, akiket be fogok mutatni, éppen ezeket a tulajdonságokért keresett meg bennünket itt a fénymikroszkópos központban, hogy ezt együtt kiaknázhassuk. Az első kutatási téma vagy projekt, amiben részt vettünk, az úgynevezett NMDA receptorok sejtmembránban való körforgásával foglalkozott. Az NMDA receptorok olyan sejtfelszíni ioncsatornák, amik az idegsejtek közötti úgynevezett serkentő szinapszisokban kiemelt szerepet kapnak. Ezekben a szinapszisokban ugyanis a megnövekedett idegi aktivitást a fogadó oldalon elhelyezkedő receptorok, ezek az NMDA receptorok, képesek lefordítani, konvertálni olyan sejtes folyamatokká, amik a szinaptikus hatékonyság hosszú távú megnövekedéséhez vezetnek. A szinaptikus hatékonyság növekedés pedig az asszociációs tanulási folyamatoknak az egyik alappillére, tehát maga az NMDA receptor ezzel az asszociációs tanulás egyik legfontosabb molekuláris összetevője, résztvevője. Ehhez kapcsolódik az, hogy a Semmelweis Egyetemen egy kutatócsoport az úgynevezett szekretagogin fehérjével foglalkozik viszonylag régóta. Ez a szekretagogin egy olyan fehérje, ami az agyban, az amigdala nevű agyterületen fejeződik ki, és ez az amigdala nevű agyterület kifejezetten a félelemmel kapcsolatos tanulási folyamatokban játszik nagyon fontos szerepet, és ezek a szekretagogén kifejező sejtek az amigdalában ennek a kapcsán úgy viselkednek, hogy a félelem asszociált tanulást gátolják, úgynevezett félelem kikapcsoló vagy fear off sejtek. Ez azt jelenti, maga a félelem asszociált tanulás, azt jelenti, hogy egy nem félelmetes ingert, ebben az esetben állatkísérletekben egy hangingert, egy fájdalom ingerrel, ebben az esetben áramütéssel társítanak a rágcsálók, és később ez a tanulás megmarad bennük, és később a hanginger hatására, tehát magát a hangot hallva is félelmi reakciót mutatnak. Ezt nem csak a rágcsálók tudják megcsinálni, ez emberekben is ugyanígy működik. Ő olyannyira ugyanígy működik, hogy ennek a félelem kapcsolat vagy félelem asszociált tanulásnak a problémái, meghibásodásai pszichiátriai kórképekhez vezetnek, ilyenek például a szorongásbetegségek vagy a posztraumás stresszbetegség. Tehát a kutatásnak az emberi relevanciája is nagy. Azt tapasztalták a Semmelweisen a kollégák, hogy ez a szekretagogin nevű fehérje az NMDA receptorokkal a mikroszkópos felvételeiken gyakran átfedő elhelyezkedést mutat, ezért azzal a kérdéssel kerestek meg, illetve azzal kerestek meg bennünket, hogy együtt derítsük ki itt a fénymikroszkópos központban, hogy vajon a szekretagogin az NMDA receptorok sejtfelszíni körforgását befolyásolja-e. Ehhez az NMDA receptorokat, illetve ezeknek az egyik alegységét egy pH-érzékeny fehérje jelöléssel láttuk el, ez a supereclliptic fluorin, vagy SEP jelölés. Ez egy olyan jelölés, ami kifejezetten a sejten kívüli tér pH-jával érintkezve mutat erős fluoreszcens jelet. Ezt a jelölt receptort fejeztettük ki egy sushinak becézett idegi eredetű sejtvonalban, és ezeknek a sejteknek az élő sejtes megfigyelését és fotomanipulációját végeztük itt a mikroszkópos központban. A felvételek során egy erős lézerrel fakítottuk a membránok SEP NMDA receptor jelét, és
mértük a fluoreszencia jel visszatérését, ami a fakított és még nem fakított receptoroknak a kicserélődése nyomán jön létre. Ahogy a megjelölt membrán szakaszon megtörténik a fakítás, tehát látjuk, hogy a fluoreszencia fokozatosan visszaáll, ezt ábrázolni is tudjuk egy ilyen úgynevezett visszatérési görbével, vagy fluoreszencia visszatérési görbével, aminek a különböző tulajdonságai árulkodnak a receptorok körforgásáról. Azt tapasztaltuk a kutatásunk során, hogy azokban a sejtekben, amikben a szekretagogin fehérje mennyiségét felére, harmadára csökkentettük, a receptorok sokkal kisebb fluoreszencia visszatérést okoztak, és ez sokkal lassabban érték el, ami azt jelenti, hogy a kicserélődésüknek az intenzitása elmaradt a kontroll sejtekétől. Tehát azt a következtetést vontuk le, hogy a kontroll sejtekben lévő szekretagogin mennyisége, illetve működése az NMDA receptorok sejtfelszíni kihelyeződését serkenti. Ez teljesen egybevágott az előbb mutatott publikáció többi adatával, amiben magunk is társszerzők voltunk, és összességében azt tapasztaltuk, hogy a szekretagogin fehérje valóban jelentős a félelmi tanulásnak a visszaszorításában, és így az ezzel kapcsolatos pszichiátriai kórképek megelőzésében. Egy másik kollaborációnk rákos sejtekkel foglalkozott, illetve ezekben egy úgynevezett plazmamembrán kálcium ATPase fehérjével, amit röviden PMCA-nak nevezünk. A PMCA a sejten belüli kálcium ionokat tudja kipumpálni a sejten kívülre, és így a kálcium függő sejtes folyamatokat tud befolyásolni, illetve a hirtelen megnövekedő toxikus kálcium szintet a sejtekben enyhíteni tudja. Azt tapasztalták szintén a Semmelweisen dolgozó más kollégák, hogy a rákos sejtekben kifejezve ezt a fehérjét, itt kifejezetten egy bőrrák sejtvonalat alkalmaztak a kollégák, hogyha kifejezik ezt a fehérjét, ezt a PMCA fehérjét, akkor egy csökkent mozgékonyságot mutatnak, és kisebb áttétképző képességük van, mint az ezt ki nem fejező fehérjék esetében, vagy sejtek esetében. És ezzel kapcsolatban kerestek meg bennünket, hogy együtt kiderítsük, hogy vajon a PMCA fehérje hogyan befolyásolhatja a sejtek mozgékonyságát. Most a sejtek mozgékonysága nagyon nagyban függ az aktinvázrendszertől. Az aktinvázrendszer pici monomer molekulákból felépülő szálak hálózataként létezik a sejtben, amelyek folyamatos átépülés alatt állnak, és így biztosítják a sejtek hely- és helyzetváltoztató képességét. Azt kérdeztük tehát, hogy a PMCA fehérje az vajon befolyásolja, vagy hatást gyakorol-e a sejtek aktinvázrendszerének az átépülésére. Ehhez az aktinvázrendszert kellett jelölnünk, ehhez pedig egy úgynevezett EGFP aktin fehérje konstrukciót fejeztünk ki a sejtekben. Az EGFP aktin egy fluoreszcensen jelölt aktin monomer, amely a sejtek saját belső aktin hálózatába képes beépülni, és így láthatóvá teszi ezt a mikroszkópon. A sejtekben élő sejtes felvételeket készítettünk a sejteken, és az aktin vázrendszer fluoreszcens jelét fakítottuk az előbb is vázolt módon, és követtük a sejtekben a fluoreszencia visszanyerést. Ezekben a nagy aktin átrendeződést mutató úgynevezett lamelli pódiumokban, amik a sejtek fontos mozgási szervecskéje vagy mozgási rendszerét jelenti. Itt is fölvettük a fluoreszencia visszatérési görbéket, azonban azt tapasztaltuk, hogy akár volt a sejtekben PMCA fehérje, akár nem, tehát az aktin fluoreszencia visszatérésük hasonló volt. Tehát a PMCA valószínűleg az aktinvázrendszer alap átépülésére nem gyakorol hatást. Ezután azt kérdeztük, hogy mi a helyzet a hirtelen megnövekedő kálcium szint okozta változásokkal, mert ez nagyon komoly hatást gyakorolhat az aktinvázrendszerre és egyéb sejtfolyamatok mellett. Ehhez, ennek a vizsgálatához egy kálcium ionofor nevű molekulát alkalmaztunk, ami arra alkalmas, hogy a kálcium számára a sejt membránját átjárhatóvá teszi.
És azt kérdeztük, hogy vajon a kálcium függő, tehát az ilyen így létrehozott hirtelen nagy kálcium szint emelkedéssel összefüggő sejtes változásokat, vajon hogyan képes a PMCA jelenlét befolyásolni. Azt tapasztaltuk a felvételeken, hogy amikor hozzáadtuk ezt az ionofor molekulát a bal oldalon látható PMCA-t ki nem fejező sejtekhez, akkor nagyon drasztikus morfológiai változásokat tapasztaltunk, és az aktin vázrendszernek a teljes összedarabolódását is. Azonban a PMCA kifejező sejtek, amiket amit a jobb oldalon láthatunk egyet ezek közül, megtartották ezeket az aktin struktúráikat, amik a kis zöld szálacskák, ezeket stresszrostoknak nevezzük, és sokkal inkább képesek voltak a megnövekedő kálcium szintnek ellenállni. Tehát összességében azt gondoljuk, hogy a PMCA a fehérje, ez a kálcium ATP-je, ez megvédte a sejteket a magas hirtelen kálcium szint növekedés hatásaitól. Ez egyébként szintén összhangban van a már megmutatott publikációnak a többi eredményével, amiben ugyancsak társszerzők vagyunk, amelyek tulajdonképpen összességében mind arra mutatnak, hogy a PMCA a fehérje jelenléte a kálcium függő folyamatokra hatva az aktinvázrendszernek egyfajta megőrzését, illetve megtartását tudja elérni, és így képes ellenhatni annak, hogy az aktin vázrendszer gyors átépülésével a sejtek gyors mozgásra való képességet nyerjenek, és áttétképző sejtek legyenek. Tehát a PMCA fehérje egy új tumorellenes sejtes jel átviteli útvonalat jelent. Ezzel pedig szeretném megköszönni a kollégáinknak a sok munkát, amit a kollaborációnkba tettek, illetve az ELTÉS kollégáinknak, illetve témavezetőnknek a segítséget, valamint a támogatóknak és a DT programnak is a segítséget, és köszönöm a figyelmet.